Megint jó hírek érkeztek a magyar foglalkoztatottságról. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken hozta nyilvánosságra legfrissebb adatait, eszerint pedig 1,4%-kal csökkent a munkanélküliségi ráta, a foglalkoztatottak száma mindeközben 3,5%-kal nőtt 2014. november és 2015. január között. A munkanélküliség 7,4%-os volt a vizsgált időszakban, az állás nélkül lévők száma 54 ezerrel esett vissza. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint január végén 414 ezer ember keresett állást idehaza, ez 5,3%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A megye és Győr városa továbbra is listavezető, az alacsony munkanélküliség pedig a következő hónapokban akár tovább is javulhat. A foglalkoztatási adatokat elnézve nagyon jó tendenciák rajzolódnak ki, mind Magyarországon, mind pedig itt a győri gazdasági térségben, és nagy büszkeség számunkra, hogy azzal a komoly foglalkoztatottsággal, ami Győr városában és környékén létezik, azzal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy az országos adatok is, a munkanélküliségi adatok is csökkenjenek, és ezáltal a foglalkoztatás az tovább tudjon növekedni. A KSH beszámolója szerint november és január között tovább nőtt a foglalkoztatottak száma. Ebben az időszakban 4.127.000-en dolgoztak, 141 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. A Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokra úgy reagált, a növekedésnek csak kisebb része a közfoglalkoztatás, miközben a kormány foglalkoztatási programjainak is köszönhetően a versenyszféra egyre nagyobb arányt képvisel a foglalkoztatotti létszám növekedésében. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kiemelte, utoljára az 1990-es évek elején volt ilyen kedvező a foglalkoztatotti létszám idehaza. Nem véletlen, hogy az unió felmérése szerint Magyarország tudta a legnagyobb mértékben növelni a munkavállalók számát.